Forbidden City-ben nem lövök szét semmit, mert ott tele van robotokkal, és olyan mértékben sok a robot, hogy semmi értem nincs harcolni. A sztoriban is az volt, hogy azt magyaráztak, hogy inkább lopakodjak át rajta. We're almost at Edom, but it seems the Nova sect has beaten us to it. Stay alert. Ott egy mind controlos mob. Ide ért a Nova sect. The ancient's power. I feel the gates breaking. The sacred numbers call to us. Szerintem nem a Hammond kiabálja. Ugye a Sacred Number, ha minden igaz, akkor élesíteni akarnak. Szerintem legalábbis az a poén, hogy egy atombombának az élesítéséhez kell nekik a kód. 36 életerő? The numbers will awaken the weapon and cleanse the zone. Destroy the gates. Enter Eden. Find the sacred numbers. Cleanse the zone with fire and bring the ancients home. Egy aprócska észrevétel, hogy szerintem azért elég sok mindent pluszba kiirtottam, és még így is két szinten magasabbak a szörnyek, mint én. Ezek szerint még sírtottam ki annyira mindent. Mondjuk az elején volt egy ilyen nagyon-nagyon magas szintű lény, ezt valóban nem öltem meg. Akinél ugye volt a tutoriában, hogy el kell lopakodni. És valami olyan célpontot keresek, akit le tudok lőni, mert egy 2-3 lényből meg lenne az 65 szint. Oké. Polisbot. Mondjuk el, hogy jöjjön, idegesülj meg, ijeszgesd. Jó. Polisbotok. Még jól nem mentem bele. Úgy van. Hívom Scarlet and Mulder-t. Mulder ügynök, jelentkezzen. Kell, robotot meg nem tudok enni, úgyhogy az se fog kelleni, viszont a stunt azt oda tesszük. Jó, robotok ellen megyek, úgyhogy kell a lebénító. Kell a kettő bénítás, kell. Null damage-re megyünk, úgyhogy róka koma. Akarom mondani, kisasszony. Electrical damage, hát ezt kértem, hogy electrical damage-et tolnak, úgyhogy inkább... Kritikál hit immunitás, igen. És a legerősebb pánc. Hogy néz ez ki? Az űrróka. Így néz ki az, amikor fellőnek egy asztronautát és összehányja magát. Jó, és akkor neki pedig képességek stun, ez meg úgyse fog hatni semmit. Jó az, hogyha tudok repülni. Úgyis a stealthből lövés a lényeg. Jó, ne azt mondja, hogy gyorsan körbe lépkedek itt, hogy hátra benézek valamit. Mert egyelőre ezek csak ketten vannak. Jajj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 
Nem. Ah.
Nem akarok semmit mondani Bormirra, de... Na. I'm going alone. Ha, ez ki van számolva. Jó. Police Enforcer bot az bajosabb lehet. Ott is van egy rohadt nagy robot. Hát ez tök jó. Jó, azt mondja, hogy EMP. Na, van EMP, ennél még egy kézigránát befitszem. Azt mondja, hogy... Stealth-ben biztosan nem fogom tudni lelőni, ez túl sok életerő. Oké, és jövőm kézigránátra egy zónában vannak-e, úgyhogy nyomok egy ambust. Lelendőzzük a gránát hatótávolságát. Tökéletes. Jó. Akkor azt mondja, hogy Dax fölmegy, neki magaslatról kell lőnie. Így. Így. Oké. És akkor valaki megnyitja a csatát. Mindegy igazából az a lényeg, hogy ilyen bit kell rájuk dobnom. Oké. Semmi gond. Most kipróbálom, ha innen lövök, és nincs a magaslaton a kacsa, mert lehet, hogy a kacsa, hogy a házból lőtt, azt hallották meg. Úgyhogy most megpróbálom innen megdölni ugyanezt a csatát. Ugye ennek alapvetően nincs hangja, ha jól értem, mert a két robot figyelt föl rám. Közelebb mehetek. És most nem mondta, hogy meghallottak. Jó. Akkor csak a magaslat az megint csak csali volt. Az a 40% kritikális esély, az már azért igen mosok. Rifle. Doing. Get over here. Jó, és még mindig kell találnom áldozatokat. Hát ez csodálatos. Nem tudom pontosan milyen negatív tényezője van annak, hogy alacsony szint vagyok, szerintem több esélyen lövök mellé, vagy valami fatálisan brutális hülyeség. Úgyhogy megpróbálok a nagy csata előtt még azért... Szintet lépni.
and find the sacred numbers! This must be it. Eden. Too bad it's surrounded by a million Novasect bastards. I don't like these odds. This is suicide. Jesus. Hányan voltak ezek? Legalább négyen szerintem az előbb. Sect Hunter, Sect Pyro, Sect Tank. Akkor azt kéne csinálnom szerintem, hogy megint dupla lövéssel megölök egy tagot. És akkor dupla lövés. Az lesz a célpont, hogy megölöm a Sect Pyro-t remélhetőleg stealth-be, utána azokat lerútolom, és akkor megpróbálom őket valahogy elpusztítani. Ez a 4-es páncélos High Priestess Plutonia, ez nekem gyanúsan a fő bossnak tűnik, úgyhogy... Talán még ebből meg is... talán még ebből meglépem a szintet is. Nem tudom, mekkora hit chance-em van innen. Ó, basz, meg ott van egy robot. Ez nem lesz jobb, mert ugye a dupla lövés nem mindenféleképp csökken. 75, tehát akkor ez a maximális stealth-ben. Hát akkor nincs más hátra, mint előre, azt hiszem. És akkor megint dobókockázunk. Dex az magaslatból gyilkológép lett. És nem léptem meg a szintet. No! Jó, akkor vajon a tank felfigyel arra, hogyha medbotot meglövöm. Az a robotot hátul, az gyanúsan be fog jönni, nem? Még emellé. Ha van, van targeta, van aurája, úgyhogy az élő robotot, igen, tározottan. Jó, de szép. És a robotot biztos, a medbotot ki kell szednem valahogy külön, ha ki lehet, mert az bármelyiket feltámasztja a roboton kívül. Sőt, még lehet a robotot is felszedi. Úgyhogy... a Sith Mentori Managementet megoldhatták volna okosabban is. Lehet, hogy én nem tudok valamit, de... ja, és még egy dolog, te van a téve, a nincs jó. Oké, dupla stun. Thank you.
on me! Ezek most kombatban vannak, azért írja a százalékokat? Szint, 60-as szint, 60-as szint. Target DNA CFS loaded. Neutralize all mutant intruders. Kilőttem és most aktiválódott a bot. Az jó lesz. Mert ugye ezzel az a baj, hogy nincs nálam a lefogás, az meg azokra lesz gond. Ezt hogy kell ilyenkor értelmezni? Azt értem, hogy a bor mint lövi. Azt gondolom nem lehet feldönteni. Out of sight-ba kéne mennem. Hogy gondolom megszakítsam a lövését. Ezeket nem értem, hogy ezek most csinálnak valamit? Lepasszolták a teljes körüket? Vagy csak így bemutatta, hogy ők majd jönnek? Vagy így mit történik pontosan? Hát ha szét tudja lőni a covert, akkor így jártam. Továbbra is csak stealth fegyverekkel lövöm, mert ha az miatt nem jöttek be a többiek, az nekem nagyon jó. Vagy ha a medbotot kilövöm, akkor itt igazából csata van. És ha jól értem, a lokáció célozza, nem a karakter, tehát hogy van egy robbanás range-e, ahol gyakorlatilag belül egy rakétavetővel ez a nagy robot. Tehát úgy helyezkedek rögtön, hogy nem is kell a róka, hogy squad, kis csaj, Mind controlja, visszajött. Aha.
De ez nem jó, mert akkor nem stunolom. Jó, nem szóltam. Nem használtam a mind controlt. Így. Dupla lövés. Azt mondja, hogy kell egy ilyen. Meg egy stun immunitás, vagy mi az, charge immunitás. Dupla lövés, oké. Okay. Jó, azt hiszem így. Jó, még egy dolog. Lánynál lefogás, dupla lövés. Hát a hit and run jobb, vagy run and gun. Jó lesz, ez mindegy. Oké, és akkor még egy medkitet azért megetetek velük. Értve, bocsánat, még mielőtt itt nagyon beleugrok. Azt hiszem, gránátokban jó, bocs, igazad van. Egy EMP-t azért oda teszek, hátha. És egy... smoke-ot. Bármint a smoke ennek, amúgy a smoke-ot dob. Az van bedobva neki, úgyhogy akkor legyen egy molotovja. Le vannak fogva, akkor legalább tudnak égni együtt. Jó, és akkor a Dux-nak kell megnyitni a csatát a medboton. És utána... Stay back. A Choice-nak kell elkapni a jobb oldaliakat. Még azt megnyom, hogy ambush. Megnézem a távolságot. Egyszerűen csodás. Jó. Amennyire lehet közelebb megyek a belső oldalon. Így. Regroup. No. Így. Mi van veled? Mit sotja az relások húdalomban? Hát, na mindegy. Most aktiválódott a robot. Azt mondja, hogy ezek addig nem fognak tudni rólam, amíg a robot rám nem lő. Ha ilyenkor átdobok egy EMP gránátot vajon a másik oldalra. És oda lopakodok. Szétlövöm stealth-be, akkor mi történik? Elít eszembe. Ó, hát ezek egy range-ben vannak. Jó. Átdobom a gránátot, hogyha esetleg nem működik, akkor a következő dupla robotos stealth-szerés dolog lesz.
teljesen jól működött. Egy kört elbukok azzal, hogy odaérek. Csak ezek itt elkezdenek sprintelni, ezek nem veszik észre? Ezt kétlem. Bormin! Kár, hogy nem ilyen pítattam a kezedbe. Azaz, kisztarolt a két körre! Így van! I did that. What do you think about that, huh? Gyerünk, Bormin, meg tudod csinálni? Menni fog! Egy két körös tart neki! Nem, nem jött be. Ja, ezek még csak most észlelik, azért nem mozognak. Értem. Akkor viszont ott egy megoldási lehetőség van. Mindenféleképp be fognak jönni. Tehát ha hamarabb szét tudok lőni 12 életerőt 4 páncéllal, akkor ők nem fognak gondot okozni. Jó. Fegyverváltás, megint gondoljuk át. Ugye a kacsánál ott nagyon távol ható fegyver van. Jó, tehát a kacsának kéne a lehető legkevésbé. Mondjuk ez egy elég szép nagyot lő, és ez is duplá lő. Jó, akkor ez közelharci, úgyhogy ez mindenféleképp belengedi a shotgun lövést. Jó. Az a kérdés, hogy a kacsa a Twitch shot 50% eséllyel lő kétszer. Tehát statisztikai alapon egyszer legalább ekkorát sebez, amit látok. Jó, vagy pedig 75% eséllyel nagyobbat üt. Jó. Akkor te fogod lőni a robotot. Még robbanássebzés is. Leszette a barikádot előlem. De finom lesz. Az effektív sebzés viszont tanktól jobban félek. Overwatch.
Mind control. Jaj, de jó, ez távolról föltámasztja az embereket. A Molotov koktélos ráadásul. Jó, na nézzük. Blocked by smoke, mert hogy benne állok a saját füstömbe. Jó. Akkor... Mögötte levő embereket szeretném blokkolni smoke-kal. Molotovot tudok dobni. Nincs akkor a hatott... Jaj, ez hatott távot növelő gránát is az évvel kellett volna jönni. Ha. Ez megint jól hangzik, szép nagyot üt, de nagyobbat üt egy célpontra. Ide állok, 75%, ide, no line of sight. Legkevésbé szeretném, hogy az szerencsétlen idiót... Oh, igen. Itt nem látnak rám, ők ugye nem tudnak velem mit kezdeni, a harmadik nem tud, akkor ide jövök. És a tank kap egy 75% és egy dupla lövést. Don't mess with us. Hogy tuti biztos, hogy ezzel ne legyen gond, mert ez itt még mind controlozni fog szerintem. Tehát feltámasztott mind control és felerősít valakit. Legalábbis ez volt eddig a sorrend, csak ugye mindig le kell hozzá vágni egy célpontot, akit fel akar támasztani. Még egy körig vannak lekötve. Tehát ha... Inventory-t nem tudok nézni, de jól még tök jó megnézni, hogy van-e valamelyiken tűzálló ruha, szóval nincs. Ötven százalék, jó, tehát ez full közelharcra kell mennem. Azt nézzük meg, hogy az 50, és nem is lát mást. De, ha másikat is látja. De szép. Jó. Tehát ez azt jelenti, hogyha... Az a csöves pap mindenféleképp rám lát. Kéne legkevésbé, hogy valamelyik karakteremet átállítsa. Azt mondja, hogy rá nem tudok lőni, rá csak overwatcholni tudok. Papot kéne akkor megstukkozni egy kicsit. Az out of range. Oké. Okay. Még itt ne kell chain lightningozni. Akkor az pont azért jó, mert a kacsa távol van. Akkor még nem ütöm a papot, visszarakom őket rútba. Így a Hunter nem tud velem foglalkozni, mert előttem van az akadály. Tehát a Priest-tel meg a azéval kell foglalkoznom. Plutóniával 50% esély. Az mozdulni nem fog, szóval akkor valószínűleg ez is 50%-os. Innen 75, viszont itt meg a chain lightning-a biztosan megüt. Úgyhogy akkor... 50-50, hát ez miss. Hát akkor hiányozni fogsz. You will never stop us. Overwatch. Azt sajnos nem tudod sebezni, barátom. Ezért köszönj, rádobtad a tüzet.
25%. 75. 100%. 75. 75% eséllyel közelről duplán belelövök. Viszont ez azt jelenti, hogy száma utána lefekszik, mert a tuti biztos, hogy azt ott, hogy is mondjam, nem hagyják szó nélkül. Hunter nem fogja, még hogyha belelövök 16, 32, minusz 8, 24-et, még 10 sok életre marad, 16 életre marad. Azt meg ez egyedül nem szedi le. Ugrás. Erre. Föl tudom lökni. Rám lát a másik, vajon? Movement-tel tudom csak megnézni, hogy rám lát-e. Aha, rám lát viszont. Jó. Akkor viszont csinálok egy olyat, hogy lefüstölöm a jobb oldalit, a bal oldalire meg oda megyek, rásolok egyet. Csináld! Megvan mind a kettő, ugye? Az első lövést ugyanis a papok felfogják. Mint ez dupla lövés volt, így mind a kettőt felfogta. Gratulálok. Kill the woman! Overwatch! Ide álltam Chain Lightningra, ez finom lesz. Lehet, hogy nem volt két lőszered, de szerintem volt, mert mintha előtte volna a két animációt, nem? Számolva, igen. Ez kevésbé. Charge-ot akar jelenni valójában? Chabex Channel, köszönöm szépen a raidet ismételten. Nem reloadolni akarok, hanem akkor felszedem a... szemet. Anyám, basznak a kutyán, ne nézd oda, hova? Tűzbe feltámasztottam, most az a kérdésem van, hogy ez most... No chance to hit. Oké, két lépésem van. És megmozdul, felgyullad?
Tehát megére két gránátot, hogy... hogy a pap meghalljon. Mert ugye, ha lépek, akkor 25% esélyen van meglőni. Fedezék mögött, meg minden szar mögött van. Fellökésre látszólag, nekem ez nem tűnik úgy, hogy ez fellöki. Az a piros miatt, de várjuk, ezt megnézem a másiknál. De lehet, hogy mégiscsak fellöki. Próbáljuk meg. Jó, ez a lehető legjobb kimenete a történetnek. Még ha fel is gyulladok, bemegyek a füstbe, mert akkor nem tudnak bántani. A füst eloltotta. Na, ez egyszerűen egyre jobb. El fog-e tűnni vajon innen a füst? Fogok egy óvalacsot. Jó. Kacsa szintén bemegy a füstbe, hogy eloltsa a tüzet magáról. És nem tudnak rájuk lőni, mert ott a füst. Jaj, de szép! És ha bedobja a kézigránátot elvileg, vagy a molotovot, az is kialszik. Megijedtem, igen. Lady Sylvanas az ilyenkor bekiabál mindig, hogy mi van. Mizus, most végeztetek? Amúgy. Azt mondja, hogy... nyílpuskával... abba is lőszer. Ah, hát akkor ez... Azt mondja, hogy ha lebontom mellőle a falat... tudok rálőni. Priestess még stunban van. Így van. Most már nincsen fedezék. Oké, nézzük meg újra. Ez semmilyen másik képességem nincs, molotovom van. Az valószínűleg ide fog landolni az ő molotov koktélja. Akkor reload. És kinyírom őt, mert ugye még ebben a körben még meg tud ölni, hogyha olyan van. Kacsa már volt, úgyhogy félreállok innen. Hogyha jön a molotov, akkor eldöntheti, hogy a kacsára vagy számára dobja, de akkor inkább távolodok tőle. És akkor... akkor vagy közelebb jön és kérem fedezéke mögül. Kacsára dobja talán. Aha. Plutónia most fog fölkelni. Úgyhogy a kacsa a tűzből. Princess magával viszi. Az a kérdés, hogy ezek itt nem fognak meghalni, mert jelzi a minimap már őket, úgyhogy remélem, hogy csak ilyen... kamu. Ezt most ilyenkor hogy kell értelmezni, hogy ide sétálok, akkor nem látok rá. Félek, hogyha itt most innen fogok lőni, behúzok valamit, és itt vége van, akkor sírok. Nulla százalék chance on hit.
Oké. Ez valami új. Életerejét se látom, hát ez egyszerűen egyre munkásabb. Most a kacsa mindegy meghal, mert föl fog támadni, úgyhogy nem aggódok. Az a kérdés, megint, hogy hány százalék találati esélyem van, hogy ez ilyen örökbújkálós? Vagy azért, mert egyszer földre lőttem és feltámasztották, így már nincsen Chanson hit számláló, vagy mit akar ezzel közölni? Minden esetre ez oda megy és popán lövi hátulról. Ez az, bor mindnak nem árt. And that is that. Arc 1, Nova Sect 0. Their insane plans to destroy our home vanish into the wind. We're safe. Our people live another day. The smoke clears. Ears still ringing. On the edge of my blurred vision, something comes out of the arc. Light dancing across my arm, up my face. I look up. I'm being scanned by some giant eyeball. Then Dux and Pharaoh get scanned. Then Magnus and Selma. The light cuts out and the eyeball darts back inside the wall. We hear pistons churning, gears turning, a machine humming back to life. The gates of Eden open. Maybe Eden sees we're mutants and welcomes us home. We stand there in silence. The five of us are all mutants, found and raised by the Elder. This feels like an answer to the question that's plagued our lives. Who are we? And do we go in and find out? When Dux and me first started out, everything was cut and dried. The Elder knew best. There were no answers in the zone. Mutants didn't know who they were, where they came from, and that was fine. No one cared. But now, after the enemies we fought, after the friends we found, after all we've seen, the five of us stand here at the gates of Eden. Do we go in? Do we want to know who we are? It is done. Now, let's see what hides behind that gate. Itt van Eden kapuja. Na. Pillanatra már azt hittem, hogy itt félbeadják a történetet. Sok gonosz tevőkkel. Ilyen EMP grenade. Oké. Gyorsan a szűnye plusz életerő. 6 az meg 16, az még messze van. 8 az is messze van. Jó, hát akkor irány Eden. Nem. That's the same star we saw on those flying machines. The machines did come from here. Hammond was right. Hmm.
mint egy csontváz. De szép nagy terület. Na, akkor menjünk jobbra. Remélem volt eszük és lezárták kulcsal a legutolsó termet. I knew this med pack was gonna be here. How do I know this? Hűha. More guarding machines. All them broken. But quiet. Are they asleep? Talán mert itt születtünk. This is messing with my head. This can't be a picture of me, right? Mm.
van sűrűség. All this time we're talking about skeletons that don't look like us. This one kinda does. There might have been mutants in Eden. Pillanatra azt hittem, hogy itt lövik el azt, hogy itt van az a lény, akit kerestünk. A fenti északi táborba. Az a nem tudom, szarvas vagy... Nem is tudom, mire hívták. Stranger Things ez zene van. Ha jól értem, ez valami génterápiának a leírása. Nem tudom, mi ez a haplotype. De valószínűleg ez fajkereszteződés ilyen DNS láncokról beszélt. Hogy hány százalékban, mit tudom én, varacskos disznó, meg ilyen többi disznószerű lény. De nem lehet, hogy akkor... Na mindig, nem tudom, meglátjuk. Nyitva van, és 6 meg zárva. Look, the screen with the lights. If we want answers, that's a good place to start. We huddle around the screen. The words, Mutant Project Blink. On and off in big red letters. The screen turns black, then explodes with a flurry of flashing images, faster than we can take in. I catch glimpses of mutants in test tubes, animals in cages, strands of code, something called DNA. The screen freezes on one final image, an employee profile. A scientist of the Mutant Project. It says his name is Ingmar Edison. His face. When we see his face, those eyes staring back at us, we couldn't believe it. It was him. The profile says his status was revoked after stealing mutant experiments from the lab. Memories come flooding back. We were the experiments. They raised us in tubes and played games with our DNA. Made us freaks. The Elder was part of this. Happy endings died with the ancients. Why didn't he tell us? Who is he? The room spins. The truth comes flooding back into my brain. Everything I know is a lie. I lose my balance. As the room turns black, a voice crackles onto the radio. Ghost-like, ethereal, like the ancients calling down from space. Come on, Center Sweden. Come in, come on, Center Sweden. I repeat, come on, Center Sweden. Come on, Center Sweden. Na takarodj! Azt a kurva! Hello, hello! Köszönöm, hogy a videósorozatra időt szántál, ez alkalommal ugyanis a... Köszönöm, hogy a videósorozatra időt szántál, ez alkalommal ugyanis a Mutants Year Zero Road to Eden végére értél. Felmerülhet a kérdés, hogy mégis mi történt a hőseinkkel ezután? Nos, az a jó hírem van, hogy a kéréseteknek eleget téve a történet fordítását tovább folytottam, úgyhogy hamarosan egy DLC érkezik, ami a Seeds of Evil, vagyis a Gonoszság Magvai címre hallgat. Maradj velem továbbra is, és ha még nem iratkoztál fel, nyomd rá arra a picike kis gombra.
Neked csak egy kattintás, nekem pedig hatalmas motiváció. Ha pedig úgy látod, hogy hasonló tartalmakat jobb lenne folytonossá tenni, segíthetsz nekem abban, hogy a csatornámon találod a kedvenc videódat, megosztod valamelyik social media oldalon. Ki tudja, lehet, hogy a barátaid is keresnek ilyen tartalmakat. Légy te az első, aki hírt visz rólam.